2017 remek filmes év volt. Bizonyított a Marvel, a DC és a Lucasfilm, megríkatott minket a Pixar, borzongtunk remek és rafinált horrorokon, lenyűgözött és megragadott minket több magyar film is, és egy 35 éves mozi folytatása egyenesen mennybe ment. Lehet, hogy a bevételeket látva a stúdiók húzták a szájukat és vádló ujjukat a Netflix és más tartalomszolgáltatókra emelték, de a jó filmek így is megtalálták a közönségüket. Vagy ha azt nem is, hát idővel kultikus státuszba emelkednek majd, ez nem vitás. Lássuk hát az év legjobbjait emelkedő sorrendben. Enyedi Ildikó majd 2 évtizednyi kihagyás után tért vissza a játékfilmhez ezzel a gyönyörűen fényképezett intim szerelmi drámával. A testről és lélekről két elveszett, egy megkeseredett és egy életidegen lélek találkozásáról szól. Ezek a lelkek a valóságban soha nem fonódnának össze, ha egy munkahelyi nyomozás során nem derül neki az, hogy álmaikban társak. Néha kegyetlenül realista, máskor álomszerű, de végig finom humorral átszőtt történetet mesél a film, melyben a szexuális ébredést és az életbe való visszatalálást egyaránt nagy érzékenységgel bontja ki. A színész választás szokatlannak hathat, de Borbé Alexandra mindenképp óriási reveláció. Jordan Peele rendezői bemutatkozásában az a legszebb, hogy mindenféle fennakadás nélkül váltogat a különböző műfaj elemek között. A Tünnyel úgy indul, mint egy pszichotriller, melyben az egyedül maradt hős keresi a kiutat a nyugtalanító hazugságok tengeréből, hogy aztán David Lynch-et megidéző szürrealitással szembesüljön, végül pedig az álmokfutás egyszerűen átfordul egy szellemes és akciódús B-filmbe, olyasmibe, melynek csodájára jártak anno az autós mozikban. Nem mellesleg mindezt a műfaj játékot a kétirányú rasszizmus realitása is alaposan átitatja, és talán ez utóbbi az, ami leginkább hat az érzelmekre. Zsánerét tekintve a Tünnyel végül is horrornak mondható, a Golden Globe-on mégis a vígjáték kategóriájában indult, ugyanis olyan iróniával játszik az előítéletekkel, melyek már-már szatirikus szintre emelik ezt a szórakoztató filmcsemegét. Mielőtt a Marvel Studios elcsakliszta volna magának, Taika Waititi zseniális vígjátékokat rendezett, melyek mind-mind olyan, maguktól rendesen elszállt figurákról szólnak, akik nem találják helyüket az életben. Ilyen például az a nagyvárosból jött suhanc is, aki egy új-zélandi hegyi faluba kerülve úgy dönt, hogy lekoccol, mert unja a banánt és hamarosan a fél ország a nyomában lohol. A sors pedig úgy hozza, hogy a hajszában betársul mellé mogorva gyámja, a fantasztikus Sam Neill alakításában, akivel eleinte nagyon nem komálják egymást, de ahogy a dzsungel mélyére hat, úgy lesznek egyre inkább a másikra utalva. Világbajnok beszólások, izgalmas vizualitás és hamisíthatatlan új-zélandi hangulat övezi ezt a jó kis road movie-t, amit a Thor Ragnarök rajongóinak melegen ajánlott pótolni. A Sony valószínűleg az évtized üzletét kötötte meg a Marvel Studios-zal, amikor komplett kreatív kontrollt adott nekik a legújabb Pókember filmjük felett cserébe azért, hogy utána ők is használhassák a figurát. A példátlan összefogásból nem csupán siker, de az utóbbi évek talán legfrissebb képregény filmje született meg, ami végre a nekijáró tisztelettel és könnyedséggel közelítette meg a hálószövő kalandjait, aki nem mellesleg immáron a bosszúállókkal is egy levegőt szív. Tom Holland remek filmszereplőnek bizonyult, a film poénjai ütnek, főgonosza egészen kiváló, drámája pedig egészségesen földhöz ragadt, ami különösen menő dolog egy olyan hőstől, aki toronyházak között szokott hintázni. A fesztivál vetítések után szányra kapott vélemények nem hazudtak, a Nyomd Bébi Nyomdhoz hasonló filmet még nem nagyon láthattunk. Edgar Wright 5. rendezése egy darra és zenére vágott akciómusical, melyben a puskaropogás adja a ritmust, a fékcsikorgás pedig a dallamot, de a film a csendesebb pillanataiban is zenére lüktet, méghozzá micsoda zenére. A Baby Driver bír az utóbbi évek legjobb soundtrackjével, amire Wright bámulatos érzékkel vágta meg hol érzelmes, hol erőszakos akciókrimiét, mellyel a brit rendező zseni végre a közönség soraiban is révbe jutott. A Sicario és a Préri urai írójának rendezői bemutatkozása, a Wind River az előző két film határmesdjéjén mozogva egy elszigetelt réteg és egy magára maradt nyomozó keserű történetét meséli el száraz humor, elképesztő alakítások és bivajerős atmoszféra kíséretében. Az Indián rezervátumba érkező FBI nyomozó egy megkeseredett vadász kíséretében próbálja kideríteni, mi okozta egy helyi lány halálát, és a hóban jó mélysebekre bukkan, melyek aztán továbbiakat ejtenek a közreműködők hagymázas lelkén. Ne higgyetek a műfaj besorolásnak, ez a film egy vérbeli western, melyben Jeremy Renner élete formáját nyújtja.
Lehet, hogy a 2017-es átadón a legjobb filmnek járó Oscart a kaliforniai álom kapta, ja nem, bocs, a Holdfény, mi viszont Kenneth Lonergan gyászról szóló csendes, de meglepően szellemes filmjének, a Régi városnak drukkoltunk leginkább. A Casey Affleck főszereplésével készült családi dráma mélyen emberi, visszafogottan adagolt érzelmeinek és elképesztően jó alakításainak köszönhetően alaposan belássa magát a lélekbe, elegáns lezárását pedig csak könnyekkel lehet kísérni. Casey Affleck Oscarja teljesen megérdemelt, mint ahogy Lonergan finom humorral és érzésekkel átszőtt forgatókönyvének díjazása is. Ugyan a Pixar mostanában inkább a legnagyobb sikerei folytatására feküdt rá, de időről időre előállnak eredeti ötletekkel is, melyek rendre nagyobbat szólnak, mint a stúdió sorszámmal ellátott filmjei. Az Agymanók után most a Coco bizonyította be, hogy egy gyerekeknek szóló mese is képes megríkatni még a felnőtteket is, és ehhez tulajdonképpen nem kellett más tennie, mint nyíltan, nagy fantáziával és még nagyobb érzelmekkel mesélnie az elmúlásról és annak elfogadásáról. A Coco nem csupán történetében varázslatos, de megvalósításában is, szóval addig nézzétek moziban, amíg lehet. Mire gondolt a költő, kérdezhetnék sokan az Anyámat látva, de az az igazság, hogy Darren Aronofsky legújabb rendezése tele van gondolatokkal, méghozzá nagyon-nagyon dühös gondolatokkal. Az Anyám kegyetlen nyíltsággal módszeresen tépi darabokra, hitre, családra, szerelemre, célokra épülő világunkat, és nem dob hozzá mentőövet. Nem is csoda, hogy a nézők gyűlölték ezt a rendkívül összetett, végtelenül hatásos, esetenként már-már kibírhatatlanul szuggesztív alkotást, hisz miközben kifekteti az agyat, a legnagyobb gyomrosait érzelmi szinten viszi. Nem lehet szeretni ezt a filmet, rettegve isteníteni annál inkább. Denis Villeneuve hipnotikus erejű filmet forgatott. A Szárnyas fejvadász 2049 elvárja tőled a figyelmet és a türelmet. Azt kéri tőled, hogy már-már meditatív állapotba merülj, ám ha ez megtörténik, akkor az utóbbi évek egyik legmagával ragadó filmélményével gazdagodhatsz, amely nem egyszerűen csak tiszteleg egy 35 évvel ezelőtti klasszikus előtt, hanem bátran és izgalmasan gondolja azt tovább. Harrison Ford élete legjobbját nyújtja, gyakorta szavak nélkül. Joy és K kapcsolatába belesajdul a szív, Roger Deakins mágikus képeinek emléke képe pedig még most is borzongunk. Bárcsak minden folytatás ilyen lenne. Ezek lennének hát szerintünk az év filmjei. Vitába szállnál velünk, vagy hiányolsz valamit? Írd meg komment formájában. Köszönjük szépen az egész éves figyelmet, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!